Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Jim Beam Yoga videójában. Kérlek, helyezkedjetek el kényelmesen a szőnyegeteken, és kilégzésre hagyjátok becsukodni a szemeteket. Egy légzésfigyeléssel kezdjük a gyakorlást. Próbálj mélyen az orrodon át belélegezni, és hosszan elnyújtva az orrodon át kilélegezni. Az első mozdulat, hogy felhúzzuk a térdünket. Ez a kellemes csípőnyitó segít a ráhangolódásban. Nyújtsd a lábad, majd amikor hajlítod a térdet, picit közelítsd magad felé. Újra nyújtóz, és hajlít a térd. Aztán helyezd a talpad a talajra, és lágyan told a térded előre. Majd bonyzsd a pulszt, és megcsináljuk ezt a másik oldalra is. De előbb zárd össze a két térdet, és figyeld a derekat, milyen állapotban van. Próbáld ellazítani, engedni, hogy belesüllyedjen a talajba. Megcsináljuk most a másik oldalra is, ismét húzd magadhoz a combot. Próbáld minél közelebb, majd lágyan megnyújtózol, hajlít a térd, ezzel pedig rásegíted, picit közelebb engeded magadhoz. Nyújtóz, és újra hajlít a térd. Nyújt, és engedd le kérlek a talpad. Itt is told egy picit a térdet kifele, majd bonyzsd a pulszt. Öleld át mindkét térdet, gördülj jobbra-balra. Ugye érzed, milyen jól átmasszírozza most ez a derekat? Gördülj át, négy kézlábtartásba, és folytasd ezt a kellemes, nyugtató mozdulatot. Belégzésre nyit a mellkas, kilégzésre gömbölyít a hát. Nyújtózz a karoddal az ég felé, forgasd a lábszárat magad alá. Nyújtózz a karoddal az ég felé, és lépj hátra a talpaddal. Nyisd a mellkasod, próbáld a karod hátra engedni, amíg jól esik, majd engedd a tenyered a talajra. És ugyanazzal a karoddal, amivel az előbb nyújtóztál, nyújtózz most a másik irányba. A mellkasod forgasd el oldalra. A popsid a térded magasságában legyen, szép hosszú a hátad, a karoddal nyújtózz előre, majd lassan told fel magad. Mozgasd át ismét a derekat, lazíts egy kicsit. Oké, négy kézlábtartásból lassan feltoljuk magunkat lefele néző kutyába. Próbáld a tenyereddel eltolni magad a talajtól, törekedj arra, hogy a hátad hosszú legyen. Popsiddal nyújtózz az ég felé, majd hajlítsd a térdet, közelítsd a talajhoz, és újra told fel magad. Kilégzés leenged, és feltold. Hajlít a térd, újra megnyújtod a hátad. Érezd, hogy minden egyes alkalommal egy picit hosszabb a hátad, jobban meg tudod nyújtani a lábakat, és talán a sarkad is közelebb került most a talajhoz ettől a néhány mozdulattól. Belégzésre emeld a jobb lábad. Kilégzésre, hozd előre. Hajlítsd a térdet, és galambpózban ugyelj arra, hogy a két csípőlapát egy vonalban legyen. Majd dőlj előre, engedd le az alkart, picit mozgass bele magad, és ha úgy érzed, hogy jól esne, engedd le nyugodtan a homlokot. És itt pihenj. Érezd, ahogy a felső tested súlya ránehezedik a combodra. A két csípőlapát maradjon egy vonalban. A vállakat lazítsd. Nyugtasd a gondolatokat. Csendesítsd az elmét. Majd lassan emelkedj fel. Belégzésre nyújtózz a karoddal. Kilégzésre hozd a tenyered a szíved elé. Majd engedd vissza a talajra. Innen told fel magad újra, nyújtózz a lábaddal. Húzd be középre, majd azután jobbra,
és csináld meg ezt a bal oldalra is, közelíted a térded a karodhoz. Engedd vissza galambózba. Most egy picit nehezebb gyakorlat következik, megpróbáljuk elkapni a talpunkat, előre nyújtózzunk a karunkkal, szippansd a köldököt, nyújtózz a karoddal, hajlít, és megpróbálhatod összefűzni a tenyered. Ez már egy haladóbb verzió, próbáld meg aztán, ha sikerül egy szép napon, akkor nagyon-nagyon büszke lehetsz majd magadra. Újra nyújtózz lefele néző kutyába. Nyújtsd meg a hátad, sarkat közelítsd a talajhoz. Újra hajlítjuk a térdünket, és néhány ismétlés erejéig végezd el ezt a mozdulatot. Érezd, hogy minden egyes ismétlés után egyre könnyedebb a lefele néző kutyád. Szép hosszú a hátad, nyújtva mindkét láb. Belégzésre emeld a bal lábad, és kilégzésre hozd a térded a két tenyered közé. Kilégzésre lassan hajolj előre, engedd le az alkarokat, majd a homlokod, és pihenj. Ismét engedd a felső tested súlyát ránehezedni a combodra. Nyugodtan mocorog, igazítsd bele magad. A lényeg, hogy pihenj, lazíts. Engedd bele magad. Aztán, ha úgy érzed, hogy elegendő, akkor emelkedj fel, nyújtózz a karoddal az ég felé, és kilégzésre hozd a tenyered a szíved elé. Ismét megpróbálhatod a nehezebb verziót is, hajlítsd a térdet, és fűzd össze az ujjakat. Király galamb. Innen nyújtózz vissza, nyújtózz a lábaddal, magasra, majd engedd vissza, középre, húzd be balra, és egy utolsó jobbra is. Ezzel zárjuk ezt a gyakorlatot. Hozd vissza a talpad a talajra, nyújtózz ismét a lefele néző kutyádba. Figyeld közben a légzésed. Próbálj végig az orrodon át belélegezni, majd lassan engedd le a térdet, és az orrodon át kilélegezve engedd a popsid a sarkadra, a baba pózban pihenj. Baba pózban a homlokunk a talajon, a karok lazán, lazítsd a derekad, nyugodtan mocorogj jobbra-balra egy kicsit, amíg meg nem találod a számodra legkényelmesebb pozíciót. Itt aztán hagyd kicsit lecsendesedni az elmét. Kilégzésre told fel magad lefele néző kutyába. Nyújtózz bele. Emeld a jobb lábad. Majd húzd a talpad előre a két tenyered közé. Belégzésre emelkedj. Kilégzésre hozd a tenyered a szíved elé. Dolgozd hátra a vállad, a jobb karod vezesd oldalra, nézd ki egy pontot magad előtt, és kapd el a talpad. Majd nyújtózz a bal karral az ég felé, nyisd a mellkasod, védj egy mély lélegzetet kilégzésre, engedd előre a karod, és közben próbáld magasabbra húzni, egyre magasabbra a talpad. Így tartás. Kilégzésre engedd vissza a talpad, ne ijedj meg, hogyha kibillensz eleinte, próbáld meg a másik oldalra is, kapd el most a bal talpad, nyújtózz a karoddal, előre, nézd ki egy pontot magad előtt, koncentrálj, fókuszálj arra az egy pontra. Nyugtasd az elmét, csendesítsd a gondolatokat, gyere mélyebbre, és lassan bonsd a pulzst.
Az egyensúly pózok megtanítanak arra, hogy lecsendesítsük a gondolatokat. Éppen ezért fontos a gyakorlásuk. Elérkeztünk az egyensúly pózok gyakorlásához. Nyújtozz a lábaddal oldalra, billensd a medencét magad alá, törzsed aktív. Fa pózban helyezd a jobb talpadat combod belső oldalára, aktiváld a hasizmodat, zárd a két tenyered. Nyújtózz a karokkal az ég felé. Érezd, hogy a talpaddal stabilan tartod magad, miközben a karokkal nyújtózol. Keres egy számodra szimpatikus pontot a falon vagy a talajon is. Próbáld ott tartani a fókuszt. Csendesítsd az elmét. És néhányszor hozd a tenyered a mellkasod elé, ez egy kicsit nehezíti a gyakorlatot, úgyhogy ha úgy érzed, hogy még az egyensúlyoddal küzdesz, akkor hagyd ki nyugodtan a kézmozdulatokat, ha pedig már haladó vagy, akkor nyújtozz néhányszor. Le is engedheted a talpad, ismét billesd a medencét magad alá, nyújtozz a másik lábaddal, és simítsd a talpad a combodhoz. Stabilizáld magad. Nem érkelődj, ha véletlenül kibillennél, ez teljesen normális. Gyakorolni kell, és fókuszálni. Nyújtozz a karoddal, majd kilégzésre hozd a tenyered a szíved elé. Belégzés, és kilégzés. Egy belégzés. Nyújtóz, és kilégzésre hozd a tenyered a szíved elé. Nagyon ügyes voltál, engedd le a talpad, mozgasd át egy picit a derekad, és gyere egy jó nagy terpezbe, dolgozd hátra a vállad, kilégzésre pedig hajolj előre, próbálj egyenes háttal előre hajolni, nyújtsd a lábakat, nyújtózd a karokkal oldalra, fordulj el, és nyújtozz a jobb karoddal az ég felé, igazítsd be a derekad. Nyújtozz újra. Próbáld most a popsit hátra tolni, a mellkasod nyisd, és a jobb vállad lágyan dolgozd hátra. Ügyelj arra, hogy a nyakad ne lógjon, a fejed ne lógjon, a nyakad a gerinced meghosszabbítása. Nyújtozz vissza a karoddal, engedd vissza a tenyered. Gyere, próbáld meg a másik oldalra is. Nyújtozz a karoddal, igazítsd be a derekad. Két csípőlapátot próbáld egy vonalban tartani, majd nyújtozz a karoddal, és megpróbálhatod ismét hátra dolgozni a vállad, nyitod a mellkasod, lélegezz, és újra nyújtozz bele. Tedd vissza a tenyered a talajra, és most előre sétálunk a két talpunk felé, és csak megpróbáljuk beleengedni magunkat. Aztán nagy terpeszes lefele néző kutyában a két karral most előre nyújtózunk, mellkasunkat közelítjük a talaj felé, és innen fel is emelkedhetsz lassan. De nagyon óvatosan, nehogy megszédülj, zárd a két talpad, és érkezd meg a szőnyegedre. Engedd magad négy kézláb tartásba, térd és a csípő legyen egy vonalban. Nyújtozz a jobb lábaddal hátra, bal karoddal előre. Kilégzés gömbölyít a hát, belégzés nyújt. Kilégzés gömbölyít, belégzés nyújt. Kilégzés, belégzés. Majd tartsd meg. Nyújj hátra a tenyereddel, és próbáld meg elkapni belülről a talpad. Aztán engedd vissza. Forgasd be a két tenyered úgy, hogy a kézujjak egymás fele nézzenek, és engedd le magad a talajra, mintha egy puszit készülnél adni a szőnyegednek, ezzel csak azt fogod elérni, hogy a nyakad a gerinced meghosszabbítása marad. Aztán tolt fel magad háromlábú kutyába, nyújtozz a lábaddal az ég felé,
egy csípőnyitó ászanában, a rockstarban próbálunk most gyönyörűen megérkezni. Lépj hátra a talpaddal, nyújtózz a karoddal, told fel a csípőt, és óvatosan vezesd vissza a tenyered, nyújtózz a lábaddal az ég felé. Engedd le a talpad, nyújtózz meg. Újra leengedheted a térdet, és most próbáld a mellkasod leengedni a talajra, az álladat is. A térded felett van a popsi, és nyújtózzal vele az ég fele, majd bontod is a pószt. És most elvégezzük a másik oldalra is ezt a gyakorlatot. Nyújtózz a bal lábaddal, jobb karoddal előre. Kilégzés, gömbölyít a hát, belégzés, nyújt. Kilégzés, belégzés. Egy utolsó kilégzés, nyújtózz meg benne. Stabilizáld magad, hajlítsd a térded, vezesd hátra a tenyered, és ismét próbáld minél magasabbra emelni a talpad. Majd engedd vissza a tenyered, forgasd be a kézujjakat, és ismét engedd bele magad. Szép hosszú a hát, nyújtózol a lábaddal, és közelíted az ajkaid a szőnyegedhez. Figyelj arra, hogy ne lógjon a nyakad. Jó, forgasd vissza a tenyered, háromlábú kutya. Nyújtózz meg benne. Hajlítsd a térdet, és amikor a rockstarba érkezünk, csak hátralépünk a talpunkkal, feltoljuk a csípőt, nyújtózzunk a karunkkal. És vissza is engedjük a talajra. Nyújtózz vissza, engedd le a talpad. Lélegezz. Kilégzésre engedd le a térdeket a talajra. Ismét engedd bele a mellkasod, engedd le az állat. És érkezz meg hasonfekvésbe. Helyezkedj el kényelmesen, hozd a kéz fejeket az homlokod alá, és így pihenj hasonfekvő savászanába. Nyújtozz a karokkal, hajlítsd a térded, vezesd hátra a két tenyered, kapd el belülről a talpad. Belégzésre nyisd a mellkasod, és próbáld a lábakat hátra is felhúzni, amennyire jól esik. Kilégzésre pedig óvatosan engedd vissza. Két tenyeret helyezd a mellkasod mellé, belégzésre emelkedj fel, dolgozd hátra a vállat, nyisd a mellkasod. Kilégzésre vezesd hátra, popsid és mozgasd át a derekat. Jól esően mozgasd, és engedd lassan. Előre, hátra, figyeld nyugodtan a tested, bármilyen mozdulat, ami jól esik most, végezd el. Majd érkezd meg a végső pihenőpózba, babapóz. Karokat lazítsd, derekad lazítsd, és csak figyeld a testet, érezd a megkönnyebbülést a derekadban, a nyugalmat az elmédben. Az egyensúlypózok, a mellkasnyitások most elhozták számodra a nyugalmat. Köszönöm szépen, hogy velem gyakoroltál.